turista csapda a halászbástyán. Újabb trükkel húzzák le a gyanútlan látogatókat. Autós üldözés. Megszületett az ítélet az Ámokfutó embercsempész ügyében. Élelmiszerbiztonság. Érdemes megfontolni, hogy melyik éttermet választjuk. Önök a Budai Híradót látják 19 órakor. Szép estét kívánok! Sétáló utcává alakulhat a Hegyvidék főutcája. A Böszörményi út átalakulása a tervek szerint a Böszörményi út Királyhágó tér és Apor Vilmos tér közi eső szakaszát érintené. Ha a zöld utat kapnak a tervek, a beruházás 2026-ra készülhet el. Ezen a dolgon nem történik olyan változtatás, amitől a Böszörményi út nem tudná ugyanezt a forgalmi kapacitást lebonyolítani, mint amit most lebonyolít. De az, hogy a későbbiekben a politika, a társadalom változása alapján ne kelljen ezt az egészet kidobni, amit most ide építünk, ez tulajdonképpen táblákkal, szoft forgalomszabályozási eszközökkel változtatható, és akár csökkentés irányába elmozdítható. Elítélték az ámokfutást rendező embercsempészt, aki még 2022-ben próbált több tucat migránst Ausztriába csempészni. A grúz férfit az M5-ösön vette üldözőbe a rendőrség, akit egészen Budapestig követtek. A férfi a menekülés közben több balesetet is okozott, áthajtott a piros lámpákon, egy rendőr autónak pedig szándékosan nekihajtott. A férfi 8 év börtönt is kaphat, de a döntés még nem végleges, mert a férfi enyhítésért fellebbezett. Autós üldözés a fővárosban. A menekült válság óta egyre gyakoribb jelenség a magyar utakon, hogy embercsempészek menekülnek a rendőrségi ellenőrzés elől. A bűnelkövetésnek ez a területe is folyamatosan fejlődik, illetve szerveződik, ami megnehezíti a rendőrök dolgát, hiszen a szervezet, a legtöbb esetben több országot is behálózó bűnszervezet az embercsempészek útvonalát több szakaszra bontja, és minden szakaszon egy olyan sofőr viszi a gyakran teljes vagyonukat feláldozó menekülteket, akit senki sem ismer, és neki sincs információja a csapattagokról. Ezt a taktikát azért dolgozták ki, hogy a nyomozók ne tudják tovább bontani a szálakat, ha egy-egy csoport lebukna. 2022. decemberében, mint arra sokan emlékezhetnek, az imént is látott autós üldözés után fogtak el egy embercsempészt. A déli határ után az M5-ös autópályán figyeltek fel a rendőrök egy kis furgonra, amit elkezdtek követni. A furgon nem állt meg felszólításra, és több irányváltással bejött Budapest területére, ahol Budakesz irányába próbált tovább menni, és végül az Attila úton állt meg ez az üldözés. Több kisebb balesetet okozott már előtte, a sofőr átment a piroson, direkt neki húzta más autóknak a járművét, és végül szándékosan neki ütközött egy rendőrautónak, és abból kiugorva próbált elmenekülni, de a rendőrség végül elfogta. Ebben a furgonban több tucat menekült volt, akik próbáltak, illegális menekült volt a gépkocsiban, akiket próbáltak Ausztrián át Nyugat-Európába csempészni. Ők a déli határnál szálltak be ebbe a furgonba. A határkerítésen más elkövetők létrákkal segítettek nekik átmászni. Ezek az elkövetők sajnos nem kerültek kézre, és onnantól kezdve egy georgiai férfi, a sofőr, aki erre a feladatra lett kiválasztva, kapott csak megbízást, és magát a furgont pedig Lengyelországban, Varsóban bérelték szintén ismeretlen elkövetők, és bocsátották aztán az ő rendelkezésére, és utána üzenetküldő alkalmazáson keresztül instruálták. A georgiai férfi végül is csak egy szállító volt a több közül, ám ennek ellenére ő is több bűncselekményt követett el a tettével, hiszen a közlekedési kihágások és a balesetek szándékos előidézése mellett a furgonban utazó menekültek jogai is alaposan sérültek. Nem csak az embercsempészés valósult meg, annak ráadásul minősített esete, hiszen a jog, a magyar büntetőjog védi a csempészet személyek jogait is, tehát hogyha sanyargatva vannak, nincs elég levegő, nagyon meleg van, például több nyári elkövetésnél lehet ezt tapasztalni, az ember a mostani bemutatott télivel, hogy olyan meleg van ezekben a furgonokban, hogy van, hogy rosszul lesznek, vagy volt már, amikor halálos eredmény is bekövetkezett a csempészet személyeknél, tehát ez a bűncselekmény minősített esetét valósítja meg. Az elfogott férfi ellen az első és 12. kerületi ügyészség emelt vádat,
előkészítő ülést tartott a bíróság, ez egy pár éve bevezetett eljárási cselekmény, ez leegyszerűsíti, rövidíti a bírósági eljárásokat, fontos, hogy ez még nem tárgyalás, itt külön bizonyítást nem vesznek fel, hanem csak arra nyilatkoztatják a vádlottat, hogy a vád szerinti bűncselekmény elkövetésében a bűnösségét beismeri a teljes körűen, és lemond-e arról, hogy külön tárgyalást tartsanak az ügyében. Alakilag ez egyébként teljesen úgy néz ki, mint egy tárgyalás, tehát a bíróságon tárgyalóteremben bíró, ügyész, védőügyvéd vádlott jelenlétében történik. És akkor a vádlott nyilatkozik arról, hogy ő beismeri a bűnösségét, ha beismeri, és van egy fontos garanciális kritérium, hogy nem pusztán egy beismerése ítélnek el valakit, hanem a bíróság vizsgálja, hogy a nyomozás során begyűjtött iratok, vagy például akár jelen ügyben az üldözésről készült videófelvétel is, az összhangban van-e a beismeréssel és a vádirattal, hogyha ezek mind összhangban állnak, akkor ítéletet hozhat már az előkészítő ülésen és a bíróság, jelen ügyben is ez történt. Az előkészítő ülésen az ügyészségnek volt egy úgynevezett mértékes javaslata, eszerint figyelembe véve, hogy a georgiai elkövető 4 gyermekes apa is láthatóan megbánta a cselekmény elkövetését, 8 éves fegyházbüntetés kiszabását javasolták a bíróságnak, valamint egy 10 éves kiutasítást Magyarországról. A vádlott, ha kéri, akár a saját hazájában is letöltheti a magyar bíróság által kiszabott büntetést, erre lehetőséget ad az a nemzetközi egyezmény, amely a büntetés végrehajtás átadásáról szól. Erre lehetőség van, hogy nemzetközi egyezmények alapján az államok átadják egymásnak bizonyos garanciák mellett a büntetés, hogy azt az adott személynek a honossága szerinti államban hajtsák végre. Ugye főszabályként ehhez kell a fogvatartott hozzájárulása és több egyéb jogszabályi feltétel, tehát erre elvileg lehetőség van. Újabb turista csapda várja a külföldi látogatókat a Halászbástyán. Ezúttal már idomított galambokkal csapják be a gyanútlan külföldieket. A csalók az állatokkal készített képekért 10 eurót kérnek, és a közterület felügyelőket is kicselezik. A környékre megfigyelőket állítanak, így amikor a hatóságok megérkeznek, pillanatok alatt eltűnnek a galambokkal együtt. Nettó 200 ezer forintos fizetéskiegészítést kapnak a MÁV csoportnál dolgozók, közölte közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter. A kánikulában fizikai munkát végző mozdony és buszvezetők, jegyvizsgálók, pályamunkások, forgalmisták, karbantartók és szerelők, mintegy 33 ezer ember a fizetésüket kiegészítve augusztus 15-éig nettó 200 ezer forint egyszeri szépkártyára utalt összeget kapnak. Több mint 3 millió forintos bírságot szabtak ki a strandbüfék és a street food állósító helyek nyári szezonális ellenőrzése során a nyári élelmiszerlánc biztonsági hivatal szakemberei. Az ellenőrzések során több mint 2 mázsa élelmiszert vontak ki a forgalomból. A romlandó főtételek helyes tárolása nyáron nem csak a vendéglátóhelyeket, de a háziasszonyokat is kihívás elé állítja. Jóval több mint 3 millió forintos bírságot szabtak ki a strandbüfék és a street food árusító helyek nyári szezonális ellenőrzése során a Nébih szakemberei. Több helyen lejárt termékeket találtak, volt, ahol a higiéniai feltételek, az alapanyagok tárolása és nyomon követése volt hiányos, vagy a dolgozók egészségügyi alkalmassága körülmerültek fel problémák. Eddig több mint 2 mázsa, vagyis 703 ezer forint értékű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A legnagyobb probléma, hogy ezek a vendéglátó egységek csak időszakosan működnek, ezért a tulajdonosnak vagy üzemben tartónak minden évben újra el kell végeznie a karbantartást, ahogy a tisztaságra és az önellenőrzésre szolgáló feladatokat is. Az élelmiszert árusító vendéglátó helyeknek ugyanis sok feltételnek kell megfelelniük, hogy mindig friss és egészséges étel kerülhessen a vendégek asztalára. Általában egy higiéniai szemlével kezdődik az egész helynek és a környékének a szemrevételezése történik, hogy milyen általános állapotra számíthatnak a kollégák. Utána jönnek a részletes ellenőrzési pontok, tehát hogy a hűtők hőmérséklete megfelelő-e, a konyhai berendezések biztonságosan üzemelnek, a különböző tárolókba elhelyezett élelmiszerek nincsenek-e túlhalmozva, a megfelelő hőntartás, milyen eljárásokkal dolgoznak, az alkalmazottak egészségügyi alkalmassága rendben van-e, milyen higiéniával, tehát
milyen védőfelszereléssel, ruhával vannak ellátva. Nagyon sok helyen tapasztaljuk, hogy nem kapnak munkaruhát. Ezeknek tehát mind meg kell felelni a hekkezőnek, a fagyisnak, de a lángosozónak is. Ha pedig valami nincs rendben, jön a korlátozás vagy a pénzbüntetés annak tükrében, hogy mekkora a probléma. Bizonyos tevékenységeket, ha úgy látjuk, hogy mondjuk egy vendéglátóhely túlvállalja magát, korlátozhatunk. Tehát, hogyha túl sokféle ételt próbál úgy kínálni, hogy nem állnak rendelkezésre a szükséges szakosított tárolóhelyek, mind a hűtött alapanyagoknak, mind a forrontartásnál. Itt, ahogy mondtam, korlátozhatjuk a tevékenységet, bizonyos ételek készítését megtilthatjuk. Hogyha nagyon súlyos hibákat találunk, akkor időlegesen felfüggeszthetjük az egész hely működését addig, amíg a rendes állapotokat vissza nem állítják, illetve be is zárhatjuk véglegesen a üzemelő helyet, és hát természetesen vannak egyéb szankciók is, ismeretlen alapanyagok, lejárt élelmiszerek, lefoglalása, ártalmatlanításra utalása, ami szintén a vállalkozónak a költsége, és akkor jönnek a bírságtételek. Itt élelmiszerlánc felügyeleti bírsággal sújthatunk mondjuk egy szabálytalan tevékenységet, illetőleg élelmiszer ellenőrzési bírsággal pedig a különböző kifogásolható élelmiszertételeket illetjük. Itt a bírság mennyisége az egyrészt függ a megállapított hibától, a vállalkozásnak a méretétől, tehát hogy mikro, kis vagy középvállalkozás, illetve attól is, hogy milyen előélete van, tehát hogy ismétlődő jogszabálysértéssel találkozunk-e, vagy pedig egy kisebb hiba első előfordulásával. Így végül is néhány tízezer forinttól akár milliós tételekig is szabhatunk ki bírságokat. Ebben a kánikulában minden főtt és romlandó élelmiszer tárolása kockázatot jelent, hiszen elég néhány óra ahhoz, hogy a tűzhelyen megromoljon a készétel, ezért vagy melegen, vagy hidegen kell tartani ezeket. A bevásárlást pedig jó, ha előre megtervezzük. Hát, hogyha bevásárlunk, akkor tervezzük meg azt a bevásárlást, és ne a fagyasztott vagy a hűtött termékeket vásároljuk meg először, aztán a álló porszívóknál időzünk még egy fél órát, egy órát az áruházban, hanem ezek mindig utoljára kerüljenek a kosárba. Ha nagyon meleg van, és mondjuk autóval vagy tömegközlekedéssel visszük haza a terméket, akkor próbáljunk meg gondoskodni arról, hogy a hűtött, fagyasztott áruk megfelelő hűtőtasakba, esetleg hűtőakkumulátorral kerüljenek elhelyezésre, és ha hazaérünk, akkor az legyen az első, hogy ezeket a termékeket a megfelelő helyre rakjuk a hűtőben, fagyasztóban. A hűtőszekrénnyel kapcsolatosan elég kedvezőtlen tapasztalataink, felméréseink vannak. Azt látjuk, hogy a háztartási hűtők hőmérséklet, különösen nyáron bőven 10 fok fölött van, ami azért nem tesz jót a romlandó élelmiszereknek. És azt is tudni kell, hogy általában a kockázatnak megfelelően kellene rétegesen tárolni ezeket az élelmiszereket. Tehát a földes áru értelemszerűen legalulra megy a zöldség, gyümölcs tároló rekeszbe, de a nyers húsok, tojás, tehát azok a kockázatos élelmiszerek, amelyek a hűtőbe kerülnek, azok is lehetőleg az alsó szinteken kerüljenek elhelyezésre. Csomagolt fogyasztásra kész élelmiszerek középtájon, és mondjuk az előző főzésből megmaradt ebéd maradéka, az pedig a legfelső polcokon kerüljön elhelyezésre. Itt is azért figyeljünk oda, hogy nagyon meleg van, nagyon gyorsan elkezdenek szaporodni a baktériumok, tehát maximum egy napra, két napra tudunk eltenni ilyenkor élelmiszert. Nyáron a hűtőt mindenképpen 10 fok alá kell állítani. A fölött már elszaporodhatnak benne a baktériumok, és romlásnak indulhat az étel. Az ideális hőmérséklet 1 és 3 fok között van. Szobrot állítanak a budavári Szentgyörgy tér közepére. A tér a nemzettörténelmi főtereként születik újjá a következő években, írja a Nemzeti Hausmann program Facebook oldala. A szabadság oszlopa a budavári Szentgyörgy tér közepén áll majd, tetején Hungária nő alakjával, a talapzaton 3 oroszlánnal. A tér teljesen újjáépül, elbontják a Szent Zsigmond templom alapfalait jelképező köveket, az egykori rom területen park épül. A polgárváros felől érkezőket nemzeti lobogóval díszített fogadótér várja majd.
Híreinket megtalálják a weboldalunkon, a hegyvidéktv.hu-n. Kövessenek minket továbbra is figyelemmel, hiszen 8 órakor kezdődik majd a Budai Magazin, amiben a felsőoktatásban történt változásokról kérdezi vendégét, Kis Róbert Rihárdot, a Kodolányi János Egyetem dékánját, Motol Ágnes. Köszönöm a figyelmet, friss híradóval holnap is jelentkezünk, addig is szép estét kívánok, a viszontlátásra!